Rendelet szabályozza a vendéglátóüzletek nyitvatartási rendjét. A felügyeleti szervek 3 üzletet is ellenőriztek október 20-án. Világnap a Földünkért. Október 21-én érdekfeszítő programokkal készült a város. 100 év a jövő szolgálatában. Az Apáczai Csere János szakközépiskola idén ünnepelte 100. évfordulóját. Üdvözlöm a Domba TV nézőit, önök híradónkat látják Dombóvár legfrissebb híreivel. Dr. Kiss Gábor, az Izra BT munkatársa tartott előadást október 19-én a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmunkásainak. Képet kaptak az agresszívan terjeszkedő növényfajok szakszerű írtásáról. Megfelelő információ és tudás birtokában térhettek haza a roma közmunkások. A képviselőtestület még a március 26-ai ülésén bízta meg az Izra BT-t a Kiskondapatak völgyében szükséges élőhely és tárrehabilitációs fenntartó kezelési munkálatok tervének a kidolgozásával. A tervdokumentum tartalmazza a Kiskondapatak völgye természetvédelmi terület jó állapotban tartásához, állapotjavításához szükséges munkálatokat. Ennek apropójából képzésen vettek részt a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatottjai október 19-én, hiszen, mint köztudott, ők felelnek a természetvédelmi területek rendben tartásáért, melyet az önkormányzattal kötött megállapodás tartalmaz. Az oktatáson a romák képet kaptak a különböző programokról, kiemelten az özönfajok felismeréséről és a fajonként egyedi módszert igénylő írtásukról. Dr. Kiss Gábor, az Izra BT program vezetője nyilatkozott a témában. Idén tavasszal indult ez a program, amiben egyrészt felülvizsgáljuk a Dombóvár város természetvédelmi alaptervét. Ugye ez egy olyan tervtípus, amint a természetvédelmi törvény ad lehetőséget az önkormányzatoknak ezeknek az elkészítésére. Ugye ez összhangban az országos szintű tervvel, nemzeti természetvédelmi alaptervvel. Ez a Dombóvár az egyetlen olyan város, amely ért ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon előremutató módon a természeti örökség megőrzésére és fenntartható módon történő hasznosítására elkészítette ezt a tervtípusát. A Dombóvári Önkormányzat már a kezdetektől fogva kiemelten kezeli a Kiskondapatak völgye természetvédelmi területet, tette hozzá dr. Kiss Gábor. Nem csak területét tekintve a legnagyobb és legfontosabb területről van szó, hanem mindenképpen térségi jelentőségű is, hiszen a koppánymenti erdőktől egészen a mecsekig nagyon fontos összekötő kapocs a Konda völgy ökológiai értelemben, ökológiai folyosóként működik, és rengeteg kutatási eredmény bizonyítja, hogy ez az ökológiai folyosó működik. Ugye itt Dombóvár belterületén is végighúzódik ez a zöld felület, és nagyon sok olyan védett állatfajja, fokozottan védett állatfajja lehet találkozni a település belterületén, ami máshol egészen elképzelhetetlen. A programvezető szerint a völgyben a gyalogos, kerékpáros és nordic walking útvonal cseppet sem zavarja az ott élő állatokat. A hatékony és eredményes munkavégzés elősegítése érdekében történt meg a természetvédelmi területek rendezéséért felelős roma közmunkások gyakorlati képzése. Az elmúlt időszakban itt a Kondapatak völgyén is nagyon sok változás következett be. Szemmel látható, akár csak azt mondom, hogy az 5 évvel ezelőtti helyzethez, de a 10 évvel ezelőtti ez még inkább, hogy nagyon sok helyen becserésedett, beerdősültek azok az egykori kaszálók, legelőterületek, amelyek egyrészt tájképi szempontból annak idején sokkal változatosabb volt, másrészt az élővilág szempontjából is változatos élőhely jóval több növény állatfaj számára biztosítja a lehetőséget. Ezért merült fel, hogy itt a megállapodás alapján ugye van lehetőség arra, hogy közmunkások részt vegyenek a természetvédelmi területek kezelésébe. Hozzátette, készül egy olyan terv is, amely ezeket a tevékenységeket, vagyis a természetvédelmi kezelési munkálatokat határozza meg. Egyelőre 7 program elemről van szó, tudtuk meg.
csak néhányat emelnék ki ezek közül. Nagyon sok olyan növényfaj telepedett meg itt a völgybe, ahogy az ország sok területén, védetteleteken is, amelyek igen agresszívan terjeszkednek, inváziós növényfajoknak, vagy özöngyomoknak, özönnövényeknek is szokták ezeket nevezni, ami kiszorítják a honos fajokat, és ezeket nagyon fontos írtani, de nagyon egyedi módon kell ezeket, tehát minden inváziós növényfaj más módszert igényel. Az október 19-i oktatáson tehát a romák és az érintett megjelentek megfelelő tájékoztatást kaptak arról, hogy ezek az agresszívan terjeszkedő növényfajok milyen módon, milyen egyedi módszerekkel kerülhetnek kiirtásra. Ez az a feladat, ami nagyon fontos, és rengeteg odafigyelést és tájékozottságot igényel. Dr. Kis Gábor arra is rávilágított, ez távlati szempontból is kiemelkedő jelentőségű, ugyanis az elmúlt időszakban valósult meg a völgyben az élőhely rekonstrukció. A beerdősüléssel az élőhelyi táji változatosság mellett egy picit az élvezeti értéke is csökkent a völgynek. A túrázók most már kevésbé látják a tavat, hiszen az útvonal egy zöld folyosón vezet végig. Annak érdekében, hogy látványosabb és még izgalmasabb legyen a túraútvonal, úgynevezett ablakokat nyitnak, amelyek sokkal változatosabbá válik, majd a kirándulók számára a völgy. Az egykori legelők is megtisztításra kerülnek, valamint a völgyben elhelyezkedő források környezete is rendbe lesz téve. A rajtkövön állunk, mondta Szabó Lórend polgármester. Október 21-én tartották meg a helyi esélyegyenlőségi program záró ünnepségét. Előadások formájában került bemutatásra a járási esélyegyenlőségi program. Dombóvár 2013-ban fogadta el az esélyegyenlőségi törvény alapján a helyi esélyegyenlőségi programját. Ennek a lényege az, hogy van 5 célcsoport, a mély szegénységben élők, a romák, nők, gyerekek, idősek és a fogyatékossággal élők, akinek a jelenlegi helyzetét fel kell tárnia az oktatás, egészségügyhöz való hozzáférés, szociális környezet szempontjából. Tehát készítünk egy helyzetelemzést, és a megállapított problémáknak a tükrében ezekre egy intézkedési tervet. Dombóvár város önkormányzata a területi együttműködés segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázaton közel 22 millió forintnyi támogatást nyert. Az egyjáráshoz tartozó települések és a helyi szereplők közötti együttműködést próbáljuk ezzel a programmal, ezzel a pályázattal kialakítani, illetve egyre szorosabbá tenni, mondta egy korábbi beszédében dr. Letenyei Róbert, Dombóvár város jegyzője. A járási esélyegyenlőségi program, ez egy pályázat keretében valósult meg. A dombovári önkormányzat elnyerte egy pályázatot, ami 100%-os támogatással bírt. Közel 22 millió forintot nyertünk erre a projektre. Az a lényege, hogy ezeket a helyi esélyegyenlőségi programokat a dombovári járásban összehangoljuk. Egy közös feltártuk a helyzetet, és egy közös cselekvési tervet, egy intézkedési tervet dolgoztunk ki. A koordinációs tevékenységet, vagyis az irányítást a járási székhely, vagy a járás legnagyobb települése látja el, ebben az esetben városunk. Tulajdonképpen a program célja az egyjáráshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése. A projektnek köszönhetően megvalósultak az esélyegyenlőségi programokhoz szükséges szolgáltatások és együttműködések a járásokban, a közösségi tervezés helyi rendszerei, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával. Október 21-én a Tinódi Ház majoros tervében tartották meg a zárókonferenciát, amelynek a célja az volt, hogy az önkormányzat az elkészült és jóváhagyott járási szintű esélyteremtő programtervet egy rendezvény keretén belül mutassa be. A konferencián a projektben résztvevők prezentálták a terv elkészültének teljes folyamatát, a szakmai részleteket és az eredményeket. Az eseményt Szabó Lórend polgármester nyitotta meg köszöntő beszédével, majd a pályázatot dr. Letenyei Róbert jegyző és egyben a projekt szakmai vezetője mutatta be. Dombóvár város önkormányzata hónapok óta gőzerővel dolgozik azon, hogy koncepciókat, stratégiákat, konkrét terveket készítessen el, nem kimérve időt, pénzt, energiát azért, hogy az adódó lehetőségeinket maximálisan ki tudjuk majd használni. Mondhatnám, hogy a rajtkövön állunk, remélem önök is. Most azért vagyunk itt, mert a végére értünk a 2014. évi választásokat követően megkezdett első közös járási projektünknek. A pályázat célja az volt, hogy a járásszékhelyi település vezetésével az egyjáráshoz tartozó önkormányzatok közötti területi együttműködéseket megerősítse,
a társadalmi felzárkóztatás terén. A záró programom bemutatása került ezeknek a célcsoportoknak a helyzete. Több szakértő is részt vett ebben a folyamatban, amíg ez a program elkészült, és aztán bemutatásra került az elkészült járási esélyegyelőségi program. A program készítése során szerzett ismeretekről Szenyériné Szabocska Julianna segítőszakértő, Horvátné Gyárdó Bernadett szintén segítőszakértő, és Vincellérné dr. Illés Krisztina, a szakmai munkacsoport tagja beszélt. A járási esélyegyelőségi program lényegéről, valamint a jövőbeni teendőkről Pankász Balázs egyetemi tanársegéd tartott előadást. 31 teherautónyi zöld hulladékot gyűjtöttek össze az Ökodombó Kft. Munkatársai október 12-e és 16-a között. A lakosság 80%-a már átlátszó zsákba teszi nyesedékét. A legutóbbi zöld hulladék gyűjtésére és kihelyezésére október 12-től 16-áig volt lehetősége a lakosságnak. A nyesedéket átlátszó zsákba kell tenni, ha ez nem így történik, sajnos a kirakott zöld hulladék ott marad a házunk kapuja előtt. Több alkalommal szervezett a város zöld hulladékgyűjtést, legutóbb a múlt héten, akkor egy 31 teherautónyi zöld hulladékot sikerült összegyűjteni. Ezen kívül volt tavasszal és a nyáron egy-egy gyűjtés házhoz menő jelleggel, ezen kívül pedig a hulladékudvarba hordhatja le, akinek felesleges zöld hulladéka van, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben térítésmentesen. Korábban bármilyen zsákban ki lehetett helyezni a zöld hulladékot, de ennek számos hátulütője volt. Egy éve már csak átlátszó zsákban lehet kihelyezni, ennek az a jelentősége, hogy mindenki, aki kihelyezi a zöld hulladékát, az valóban zöld hulladékot helyezen ki. Tehát a szállítás során a rakodók ellenőrizhetik a tartalmát, ha az átlátszó zsákban van kihelyezve, míg a korábban ugye mindenféle fekete, meg át nem láthatatlan zsákokba helyezték ki, azért ahol voltak oda nem való hulladékok is, például állati teten, vagy egyéb olyan építési törmelék, amivel így akart megszabadulni a tulajdonosa. Somfalvi József hozzátette, az elmúlt egy év javuló tendenciát mutat a nyesedékek megfelelő összegyűjtését illetően, de azért még akad olyan is, aki a korábban bevett szokások szerint helyezi ki hulladékát, tehát azt nem átlátszó zsákba teszi. Azért egy 20% még mindig azért megpróbálja úgy kihelyezni, hát akkor ott marad a ház előtt, és akkor jön a reklamáció, és akkor vagy átrakja átlátszó zsákba, erre is volt példa, és akkor elvittük, vagy pedig akkor levitte ő a hulladékudvarba, és akkor ott az átvételnél ellenőrizték, hogy a tartalma megfelelő. A hulladék a gyűjtést követően kökénybe kerül, ahol komposztálják, mondta az ügyvezető. Van egy nagyon érdekes technológia, amivel a mecsekdráva hulladékgazdálkodási rendszeren belül létrehozott kökényi regionális hulladékkezelő központban. Ez a végső soron egy biológiai lebomlással egy komposzt telepen végzi a dombovári zöld hulladék. A mecsekdráva hulladékgazdálkodási program keretében megépült Kaposzekcső területén lévő hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás már megkezdte működését. A hulladékudvar az hulladékudvar és átrakóállomás. Ugye először szeptemberben indult el átrakóállomásként. Ez azt jelenti, hogy a városba begyűjtött kukásautó, népnyelvén fogalmazva, az egy nagyobb kamionba tölti át, amit hátunk mögött látszik is, és így gyűjtőfuvarral kerül le szintén kökényben a regionális hulladékkezelőbe. A hulladékudvarnak nagy jelentősége van abban is, hogy kevesebb üzemanyagot fogyaszt a Kft., és ezzel csökken a környezetszennyezés is. Egy hónap után megkaptuk a MOL számlát, csak gázolajban közel 8000 forintot takarítottunk meg. A hulladékudvar pedig a város környékének a lakói ellenőrzött és szakszerű hulladék elhelyezését fogja szolgálni. Ez azt jelenti, hogy itt nyitvatartás időben behozhatják azokat a háztartásból kikerül hulladékot, ami mondjuk veszélyes lett a környezetre, tehát gondolok itt akkumulátorra, permetezőszerre, gyógyszerre. A szelektíven gyűjtött szemét mellett beszállítható ruhanemű, étolaj, zsír, feleslegessé vált gyógyszerek, elemek, akkumulátorok, elektronikai berendezések, fémek, egyes veszélyes hulladékok, valamint inert hulladék, de akár háztartási lomok is. Az Ökodombo Kft., mint megtudtuk, egy pályázatot is elnyert a közelmúltban. Tavaly decemberben írta ki a Földművelési Minisztérium a közszolgáltatóknak a támogatására emlékeim szerint egy ilyen felső korlát nélküli
keretet. Mi december 19-én nyújtottuk be pályázatokat, és most októberben értesítettek arról, hogy sikeres pályázatunk volt. Az elnyert pályázattal mintegy 39,5 millió forintnyi támogatáshoz jutott a cég. Az ügyvezető hozzátette, ez az összeg nagyban fedezni fogja a kifizetetlen számláik nagy részét. Most pedig rövid híreink következnek. Büszke lehet Dombovára boxolóira. Október 17-én ugyanis a klub versenyzői ellátogattak Pécsre, vagyis a 15. nemzetközi Horváth Géza ökölvívó emlékversenyre. A megmérettetésen elért eredményekről nagyon is érdemes beszámolni, hiszen első és második helyezéseket értek el városunk boxolói. A serdülő csoportban Benkő József 50 kg-ban első, Benkő Klaudia 46 kg-ban második helyezést ért el. Az elit férfi kategóriában induló versenyzők közül Benkő Dávid 56 kg-ban első, Pozsár Szilveszter 69 kg-ban második, és Benkő László 81 kg-ban szintén örülhet első helyezésének. Benkő László a napmérkőzésén egy horvát ökölvívóval boxolt, az emlékversenyen pedig a torna legharcosabb versenyzőjének választották. Érdemesnek látszik regisztrálni a Gunarasi fürdőben. Hogy miről is van szó? 1500 érvünk van a fürdőn mellett címmel indítottak egy akciót, melynek keretében a napi jegy ára 1500 forint minden dombovári lakcímkártyával rendelkező vendégnek. Az akció további kedvezményezetjei közé tartoznak a gunarasi építményadót fizetők, a velük egy háztartásban élők, természetesen abban az esetben, ha erről igazolást kapnak a polgármesteri hivataltól. A kedvezmény ingénybevételéhez csak a megfelelő dokumentumok bemutatása és egy igénylőlap kitöltése szükséges. Ennek az akciónak a keretein belül október 21-én értékes ajándékkal köszöntötték a fürdőben századikként regisztrálót. De ezzel persze nincs vége a történetnek, hiszen a következőkben a 200. igénylőlapot kitöltőt várják további meglepetésekkel és kedvezményekkel. Folytatódik a Magyar Olimpia Bizottság Sport 21. programja, vagyis idén a mezei őszi fordulónak Dombovár adott otthont. Október 21-én a Szigetelőben tartott versenyen rengeteg gyerek vett részt, akiknek szüleik és tanáraik drukkoltak. A megmérettetésre 5 szakosztály küldte el versenyzőit, ami nem jelent mást, mint hogy az U11-ben 5 csapat, az U13-ban pedig 6 csapat állt a rajthoz. Az U11-ben indulóknak az 1500 méteres versenyen 2 kört kellett teljesíteni, és abszolút hazai sikerrel a dobogó mindhárom fokán a Dóvese csapatai állhattak fel. Az U13-asok 2000 méterre is 2 körből állt, itt a pálya hosszabb volt, de annál változatosabb. Idén is a bástya kerülés volt a legszebb része a versenynek. Ebben a korosztályban külön futottak a lányok és a fiúk. A 8 fős csapatok versenyében ismét hazai siker született, második helyen a szekszádi AKSE, a harmadik helyen a PSN ZRT csapata végzett. Egyéniben is díjazásra kerültek a fiúk és lányok közül a legjobbak, a teljes Dóvese triumfot Andrics Martin, aki U13-ban lett második. A győztesek Tóth Lenke és Simon Dávid, illetve Tamás Zsófia és Trik Barna lettek. A verseny üdeszínfoltja volt Sallai Barna, a Dóvese bajnoki érmes akadályfutója, aki a bástya tetején állva trombitaszóval biztatta a futókat minden körben. 100 éve a dombovári diákokért. Mise, kiállítás és tanulók előadása színesítette a kerek évforduló alkalmában megrendezett ünnepséget. Idén 100 éves a dombovári Apáczai Csere János szakközépiskola. A centenáriumi ünnepséget október 17-én tartották. Gál János, az intézmény igazgatója lelkesen mesélt a Dombó TV-nek iskolájukról és a szombati ünnepségükről. 1915-ben alapította a Szent Orsai rendintézményünket, és az iskola jelenlegi dolgozóinak számára tisztelet és kötelesség, hogy az iskola 100 éves múltjára megemlékezzen, és ezt a 100 éves múltat apró mozaikokból összerakja és megőrizze a jövő számára. Ennek a jegyében tartottuk meg a szombati centenáriumi ünnepséget, aminek elmondata az volt, hogy 100 év a jövő szolgálatában, és alátámasztja az iskolának a múltja, hogy valóban ez az iskola 100 éve Dombovár és Dombovár város környezetének a szolgálatában állt, és a jövő érdekében tett meg mindent az oktatás területén. A vendégeket szombaton már 10 órától fogadták az iskolában. A kiállítások megtekintése mellett ünnepi liturgián vettek részt a jelenlévők, a misét az egykori kápolnában Király József lelkész, volt apáca is diák, celebrálta. Az intézmény öreg diákjai is örülhettek, ugyanis alkalmuk volt megtekinteni az iskola jelenlegi diákjainak irodalmi összeállítását. Nagyon jól sikerült a délelőtti és a délutáni program is. Nagyon jó leső érzés volt az, hogy nagyon sok ember mosolyogva, jó leső érzéssel távozott el tőlünk,
és az is nagyon jó érzés volt, hogy a volt diákok, volt kollégák úgy mentek el tőlünk, hogy büszkék a jelenlegi iskolájukra, és további sok sikert kívántak a jelenlegi perúsoknak, diákoknak egyaránt a jövőt illetően. Délután sor került az Istok Kálmán tanárúról, valamint Mészáros József, azaz Bundi bácsi tanárúról elnevezett tantermek átadására is. Ezt követően egy iskolatörténeti filmet is levetítettek az intézmény dísztermében. A jubileumi találkozó utolsó mozzanataként pedig a Dombovári Ifjúsági Fúvolzenekar koncertjét élvezhették az egybegyűltek. A koncertet Eheti magazinumban tekinthetik meg, míg a 100 éves apácai egésznapos programjáról jövő heti magazinumban láthatnak egy részletesebb összefoglalót. Kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató programok várták a Földünkért világnapon. A Szállástétitónál megrendezett programon az érdeklődők interaktív módon ismerhették meg a környezettudatos életmód fontosságát. 1991. október 21-én még a Természetvédelmi Világszövetség, az ENSZ környezetvédelmi programja és a Természetvédelmi Világ Alap összefogásával született meg a Földünkért című élővilág megőrzési stratégia. A dokumentum javaslatot tett több világegyezmény elfogadására is, köztük Rio de Janeiroban megszületett az egyezmény a biológiai sokféleségről és az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, majd később az elsivatagosodás elleni egyezmény is. A kiadvány később elkészítendő egyezményekre és fogalmazott meg javaslatokat az erdőgazdálkodásról és a tengerek védelméről. Azóta október 21-e a Földünkért világnap, amit egyébként Magyarországon 92 óta ünnepelnek. De térjünk rá városunkra. Tomovár is csatlakozott a világnaphoz, de nem is akárhogyan. Egy olyan környezet és természetvédelmi világnapról beszélünk, amikor fel kell hívnunk azokra a problémákra a figyelmet, mely a Földünket, mint bolygót veszélyeztetik. Az önkormányzatunk egy egész napos programmal készült, a délelőtt a gyerekeké. A Szállástéti tónál számos programon lehetett részt venni. Kora délelőtt az óvodásokat játékos környezetvédelmi programok várták, többek között egy játékos szelektív gyűjtésben vettek részt, Domavárváros könyvtára pedig papírszínházas előadással készült a gyerekeknek. A gyerekek is megérthetik ezen a napon, hogy miért fontos a vizeknek, az erdőknek, a természetnek a védelme, tette hozzá a polgármester. Majd délután a szakmai programok kezdődnek, amikor az érdeklődőknek egy fórum keretében bemutatjuk a helyi természetvédelmi alaptervünket. A Földünkért világnap alkalmából az önkormányzat szervezett egy fórumot is, melyen Dombovár természetvédelmi alaptervéről és a Kondavölgy élőhely és tájrehabilitációs terveiről volt szó. Ehhez kapcsolódik egy kezelési terv, mely kifejezetten a Kondavölgyre vonatkozik, és a képviselőtestületünk majd jövő hétfőn fogadja el az új természetvédelmi rendeletét. Ebben újabb területek is kijelölésre kerültek, mint helyi természetvédelmi területek, illetve hát van egy pár, amelyet kivettünk a rendeletből, megszűnt sajnos az az érték, amiért korábban védtük. Ilyen például a gudanasi maradvány tölgyerdő, melyet sajnos a tulajdonosok kitermeltek. A tölgyeldő mellett, a gunarasi kerékpárút mellett korábban volt egy szelíd gesztenyős telep, mely sajnos gombafertőzés miatt tönkrement, így az is lekerült a védettek listájáról. A fórumhoz kapcsolódóan a völgy új élményelemeinek a megtekintésére is lehetőség nyílt. Az elmúlt hetek során, ahogy készültünk a Földünkért világnapra, számos új élményelemmel bővítettük a Konda völgyét. De melyek ezek a látványelemek a völgyben? Túraútvonal a Döbtebázistól indul oda, illetve a Szállásréti tóhoz, valamint a Selk útnál lévő bejárathoz új tájékoztató táblát helyeztünk el. Ezen szerepel ezen az útvonalon található látványelemek, illetve érdekességek, valamint a túraútvonal bővült QR kódokkal, mely egy telefonos alkalmazás segítségével egy weboldalra vezet, ahol további érdekes információkat találhatunk a területről, illetve a történetéről. A természetvédelmi referens hozzátette, elkészítésre került egy palló is, amely a kenderáztató helyre vezet. Erre kerültek fel tájékoztató táblák, ahol további ismereteket szerezhetünk a kenderáztatásról, a növény- és állatvilágról, a gazdasági vasútról, illetve a rókavölgy is kitisztításra került és járható az emberek számára is. Ezek mellett látványelem még a Szállástéti tónál a fitness eszközök és a hinta, valamint a madárles, amely mellé egy a Kondavölgy madárvilágát bemutató tábla is elhelyezésre került.
A délután folyamán egy tavitáj művészeti kiállítás is megtekinthető volt, valamint egy töklámpás faragó versenyen is indulhattak a magukat megmérettetni vágyok, melynek eredmény hirdetésére a nap végén került sor. Minden esetre hasznos, érdekfeszítő és izgalmas programokkal teli napra emlékezhetünk vissza majd a jövőben. További híreink következnek. Még október 1-én érkezett városunkba a német delegáció, és velük együtt két tanár is. Az október 3-ai újdombovári őszi fesztiválon mindannyian részt vettek, amelyen kicsit beleláthattak a város szüreti hagyományaiba. De nem csak ők gazdagodtak a Magyarországra látogatásuk során, hanem a József Attila általános iskola növendékei is. Cigelman Péter alpolgármester kezdeményezésének köszönhetően október 5-től 3 héten keresztül adtak órát az intézmény tanulóinak. Helmut Kárle, német és sport, Herbert Konzál pedig matematika és sportszakos pedagógus. A gyerekeknek nagyon hasznosan teltek ezek az órák, hiszen azzal, hogy németül beszéltek velük az oktatók, gyakorolhatták az idegen nyelvet. Az igazán nehéz ebben az az, hogy még a matematika órán is németül kellett megérteniük a különböző feladatokat. Az általános iskola néhány pedagógusa a Németországból érkező tanárokat többször is meghívta otthonaikba, ezzel kedveskedve nekik egy kis vendéglátással. Dombovár is megtartotta saját ünnepségét október 22-én. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az 56-os emlékműnél emlékeztek meg az egybegyűltek. Az ünnepi beszédet dr. Berecki Mária, civil díjas, kardiológus főorvos mondta, műsorral pedig az Eszterházy Miklós szakközépiskola diákjai készültek. Az iskola növendékei mécseseket helyeztek el az emlékműnél, ezzel is tiszteletüket fejezve ki az 56-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. A megemlékezésen a zenei aláfestésről Fenyvesi Gábor és az iskola tanulói gondoskodtak. Az esemény végén pedig az önkormányzat, a pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. A vendéglátóegységeket ellenőrizték a szakhatóságok. Október 20-án egy átfogó ellenőrzésre került sor, a részletekről Kitani Zsuzsanna és Vincellérnél dr. Illés Krisztina tájékoztatta stábunkat. A dombovári rendőrkapitányság aulájában gyülekeztek a különböző hatóságok szakemberei, ugyanis egy teljes körű és átfogó ellenőrzés szervezett a rendőrség október 20-án. A felülvizsgálaton az ANTS és a hatósági iroda kereskedelmi osztálya is részt vett. A revízió céljáról Kitani Zsuzsanna kapitányság szóvivője és kiemelt bűnmegelőzési főeladója nyilatkozott a Dombó TV-nek. A mai napon a dombovári rendőrkapitányság illetékességi területén található szórakozó és vendéglátó helyeket fogjuk ellenőrizni, igazából a működési feltételek meglétére, az üzemeltetési feltételek betartására, a csendháborítások, garázda jellegű magatartások visszaszorítására, illetve a fiatalok védelmében a 18 év alattiak alkohollal történő kiszolgálása, illetve ennek megakadályozása érdekében hajtjuk végre ezt a mai napon. Az önkormányzat egyebek mellett szabályozza a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartási rendjét. A rendelet hatálya alá tartozó üzletek a hét minden napján reggel 6 órától este 10 óráig tarthatnak nyitva. Sajnos gyakorta fordul elő, hogy a szabályozás ellenére este 10 óra után is nyitott ajtó és hangoskodás várja a hatóságokat. A képviselőtestület 2015. januárjában hozott egy olyan helyi rendeletet, amelyben a vendéglátó üzleteknek az éjszakai nyitvatartását szabályozta. Alapesetben az üzletek 10 óráig, este 10 óráig lehetnek nyitva. Vannak olyan üzletek, többen is, akik kértek állandó vagy alkalmi nyitvatartási engedélyt. Az állandó nyitvatartási engedélyeknek a betartását több alkalommal ellenőrizte már a kereskedelmi hatósága az önkormányzatnak. Most egy olyan ellenőrzés volt, amit a rendőrség szervezett, és ezen több szakhatóság is részt vett. Tehát a jegyző engedélyezheti az állandó nyitvatartást, ami azt jelenti, hogy legfeljebb reggel 5 óráig lehetnek nyitva, viszont ha a vendéglátóhelyek teraszán, kert helyiségében tartózkodnak a vendégek, akkor csak 2 óráig tarthatnak nyitva. Az állandó nyitvatartást azonban vissza is vonhatják abban az esetben, ha több lakossági panasz érkezik, illetve ha a hatósági ellenőrzés során a panasz megalapozottnak látszik. A beadott kérelmeknek megfelelően vagy engedélyezi a jegyző a hosszabbított nyitvatartást, vagy nem. Abban az esetben, hogyha nincsen panasz az üzletekre, és olyan övezetben van, ahol a lakosságot nem zavarja az éjszakai nyitvatartás, akkor általában meg szoktuk adni az engedélyt. De ezt is folyamatosan ellenőrizik, tehát a több panasz érkezik az üzletre, lakossági bejelentések, és ezt a hatóság helyszíni ellenőrzés során észrevételezi, tehát megerősítjük ezt egy ellenőrzéssel, hogy valóban itt valami probléma áll fenn, akkor lehetőség van arra, hogy visszavonjuk az engedélyt.
Az átfogó ellenőrzés során a szakhatóságok 3 vendéglátóüzletet is ellenőriztek, azonban az ellenőrzés eredményéről, arról, hogy mit tapasztaltak a szemle során, tájékoztatást sajnos nem kaphattunk. Mára köszönöm figyelmüket, friss iradóval legközelebb, október 30-án pénteken jelentkezünk. Addig is böngészenek a Dombo TV hivatalos videótárában, a közösségi oldalunkon, és figyeljék a friss híreket honlapunkon, a www.dombo-tv.hu-n. Töltsék kellemesen a hétvégéjüket. Viszontlátásra!